hogy az idei tavaszi sajtó és tanulásprogram írásai közül megszületett a végeredmény, és a bírálók úgy találták, hogy a te írásod, azaz Kecskés Adrián írása lett a legjobb ebben a kurzusban. A Reguli Antal Szakképzőiskola és Kollégiumban vagyunk, a könyvtárban itt Zircen, és azért jöttünk, hogy átadjuk az erről szóló oklevelet, és azt az aranytollat, amit már hagyományszerűen a legjobban író tanulónak, a sétaprogram résztvevőjének szoktunk átadni. De hozzá kell tennem, hogy nem csak Kecskés Adrián, hanem az ebben a kurzusban résztvevők is nagyon aktívak voltak, és nagyon sok jó írás született a Reguli szakképzőiskola tanulóitól. Amit te írtál, végül is azért választottuk, mert egy olyan szép eseményről készült egy nagyon jó tudósítás, ami a húsvétvárásról szólt. Időseket, öregeket látogattatok meg, és tanultatok tőlük húsvéti népszokásokat, és erről szólt a tudósítás, amely mindenben megfelelt a műfaji sajátosságoknak. De említhetném még az ezután elkészült írást, amit két fiú készített a rendkívüli hóhelyzetről, aminek az volt a különlegessége, hogy egy ilyen riporttudósítás, egy élménybeszámoló született, mégpedig saját képekkel. Ez is nagyon jó volt, de végül is az idén Veszprém megyében a sajtó és tanulás program keretében Kecskés Adrián nyert el az aranytollat. Gratulálok. Köszönöm hozzá. És gratulálok Müller Amikó tanárnőnek is, aki a programot itt a Reguli szakképzőiskolába vezette, és már nagyon régóta vezetik, hiszen 10 éve zajlik ez a program, a Pannon Lapok Társasága és a Napló szerkesztősége szervezésében, és a kezdetektől részt vesz az iskola ebben. Úgyhogy köszönjük Anikó munkáját is, és gratulálunk a győztesnek. Köszönöm.